Oscar volt. A, sofőr! Mitől vagy úgy hiszen tudtad? Persze, hogy tudtam. Csak nem sejtettem. Sylvester Stallone és Louis de Füné két világhíres színész, akiknek az Oscar című film hatalmas sikert hozott. A recept egyszerű, szerez néhány remek színészt, védj egy jól megért vígjátékot, és hagyd, hogy a szereplők lubickolva játszanak. vissza a fejem. Igen, háromra édesem, jó? Jó. Egy, a Nyíregyházi Móri Zsigmond színházban is ezt a receptet követték, amikor az Oscar című darab színpadi változatát készítették elő. A történet napjainkban játszódik, és azt mutatja be, mi történik Bertrand Barnyé, a kicsit sznob és nagyon új gazdag szappangyárossal, amikor a múltja kísérteni kezdi. Itt az előadás egy szerencsétlen folyamatok sokasága, mert ugye hiába van gazdagság, ha egyszer jönnek a konfliktusok, és a tulajdonképpen a múltjában vannak olyan apró tévedések, vagy nem is tévedések, mert aztán végig kiderül, hogy nem tévedés, amik, amik megzavarják a mostani életét, a mostani jólét, a jólétét, a, a, a feleségét, a házasságát, a, a, a lányát. Bárnyi úr fejére akkor omlik a világ, amikor az egyik alkalmazottja elsikasztott pénzekről kezd beszélni, majd betoppan hozzá egy ifjú hölgy, aki azt állítja, hogy ő bizony a lánya is várandós. Bárnyé pedig csak pislog, hogy lehet neki több lánya is, több felesége is. A darab a klasszikus francia bohózatokat idézi meg. A legszebb födói hagyományokat követve egy ajtó nyílik, ajtó csukódik, bohózat. Szóval itt olyan átjárás van, mint a nyugati pályaudvaron, vagy a Victoria pályaudvaron Londonban. Itt jönnek, mennek az emberek, és az egész ezen a helyszínen játszódik. Bárnyi úr kényelmes otthona pillanatokon belül bolondok házává változik, ahol senki nem az, akinek látszik. Gyémántok és bugyik zuhognak elő különböző táskákból, és az őrületnek nem akar vége szakadni.